A videót a notbook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok! Itt vagyunk a következő videóban. Melyik a mi autónk? Amit akarunk, első körben is elugrunk gyorsan tankolni. Eléggé kevés az üzemanyag. És hát aztán mindezek után be kéne menni a csontoskárba. Most nem tudom, hogy mi legyen, megnyissunk vagy ne. A lényeg az az, hogy össze kéne nézni, hogy most milyen autóink vannak az olcsóbb kategóriából, mert ugye azok még nem lettek kirakva. Úgyhogy baszki, nincsen nálam zsé. És kanna sincs semmi. De hogy van? Ó, a rohadt életbe. Szóval, az olcsóbb autókat kéne összenézni, mert igazából azokat fogják elvinni az emberek. A drágákat nem. Úgyhogy igen, talán az lenne a legjobb, hogyha ezeket megnéznénk. Aztán, ha úgy van, akkor meg is nyitunk. Viszont a csontos shopba is majd el kéne menni. Megnézni, hogy mi van. Mert ugye szállítgatom, csak most nem tudom, hogy állunk statisztikailag. Úgyhogy lehet, hogy ezeket szuper lenne megnézni, hogy akkor mi újság van, mennyi a bejövő pénz, ilyesmi, ki is kéne most már venni a csontosokból pénzt. Szépen gyűlik egyébként vissza a pénzünk. Igazából, hát tulajdonképpen a bolt termel, sajnos maga a csontos kár, az jelenleg nem. Úgyhogy igen, azt valahogy meg kéne beszélni Rachel-lel is, hogy ne vegyünk ilyen drága autókat, mert semmi értelme. Nem veszi meg senki. Úgyhogy ilyen 10 000 dollárig bezárólag, de tényleg ez a maximum 10 000 dollárig kéne autót vásárolnunk, és akkor talán az még jó is lenne. Na jó, úgyhogy zúzda van a csontoskárhoz. Csak ugye, ami problémás tud lenni, az az, hogy ugye most van azért jó pár autónk, és amik drágák. Szóval, hogy azokkal mi a jó Isten lesz, az már egy másik kérdés. Valahogy el kéne őket passzolni, de annyira rohadt drága. Mi a fasz? Hello? Hello! Te vagy Tobi, csá! Mi a fasz keresel te itt? Ért. Hogy kerültél te ide? Figyelj, fogalmam sincs. Esküszöm, nem tudom. Tehát, hogy figyelj, nem akarok erről beszélni senkinek. Én inkább úgy voltam, hogy kussolok erről az egészről, mert őrültnek néznének. Úgyhogy inkább most sem megyek bele, mert fasznak fogsz tartani. De én tartalak fasznak, te soha, hát ugyanez volt, baszd meg. Kajak? Figyelj, nekem annyi volt bazd meg, hogy volt valami, most nem akarom nagy dobra verni, mert amúgy most én most itt tehát kadét vagyok, rendőrkadét, tehát tegnap kezdtem bazd meg. Mi volt te? Rendőrkadét, bazd meg. Tehát rendőrkadét vagyok, és tudod, én a másik városban voltam, taxi cégem volt, meg a faszom tudja, és most magunk között beszéljük csak, mert mondjuk a rendőrségnek mondtam a jelentkezésnél, hogy mi a szitu, de hogy így nem nagyon érdekelt őket. Hogy elkezdtünk bazd meg azért így rabolgatni, mert a srácok rávettek engem bazd meg, mert hogy keveselték a pénzt, amit kerestek, bazd meg. És akkor volt valami gyémánt, tököm tudja mi a faszom, és akkor ott volt valami baleset, és így bazd meg, nem tudom, kavart az egész, ködös a fejem, azt tudom mi van, és itt bazd meg itt kórházba ébredtem. És akkor bazd meg az első ember így mondja, hogy amúgy, kérdeztem, hogy amúgy mi az évszám, mert hogy így bazd meg, olyan autók vannak tesó, hogy azt sem tudom mi merre hány méter, meg így nézem, hogy a telefonom is ilyen bazd meg, ilyen nyomógombos, mondom mi a bánat. Szóval, hogy De mi a szar? De várjál, te még vitted a izét, a csontos fuvart? Tovább? Nem, taxi társaság. Ja, hogy igen, sima igen, taxi társaság? Sima, plain and simple. Menjünk már be amúgy, bemehetünk a boltba, te boltod. Ja, mert gyere, emberek, hátra beállunk. Jó, üljek be. Igen, ülj be, azt hátulról bemegyünk. Az emberek így beszélgetnek, tudod, hogy jó, hogy maga csontos Samuel, csontos Tóbiásnak van egy boltja meg, izé, mondom, mi csoda van neki? Bazd meg. Ember. Mi a szó? És tudod, feküdtem geci 3 napig a bal kéróba, tudod, itt is van ez a húgyos izé.
kibéreltem, mert pont annyi pénze volt, hogy elkezdtem ilyen szabó melót, meg mit tudom, mit csinálj, ne halljak éhen, bazd meg. Aha. E úristen, micsoda izé, irodában. Nézd meg! Oda néz. Anyád, na takarod! Ha, ez a jobb képet is talál, bazd meg, ezt a kantálos betyát nem tudom, hogy gondolom. Jó, hát ez volt az egyetlen, amit találtam. Bazd meg! Kurva. Ember, nagyon durva, és mondom, nem tudom ezt senkinek sem elmondani, vágod? Nem tudok megszólalni. Egyszer az egyik csávónak elkezdtem mondani, és bazd meg kihívta a rendőröket, vágod? Akkor még nyilván nem, ez nem tudom, 3-4 napja volt körülbelül, és elfutottam, érted? Tehát, hogy így... Miért? Én meg először találkoztam még az elnök úrral. Azt mondom neki, hogy ilyen, hogy Tesla, meg ilyesmi, azok, hogy vannak? Azt se tudták, miről beszélek. Volt egy fullos Audi ember, volt már minden szarom, érted? 6000 autós, és megint bazd meg, itt vagyok, geci, és így megint egy kurva fikingem nincsen, illetve most már van egy kevés, mondom. Aha. És egyébként az viszont biztos, tehát rüheltem minden percet annak, hogy mi ott így rabolgatunk meg a faszom, tudod, embereket elrabolni, meg mit tudom én. Tudod, ez régen sem nagyon ment nekem. Igen. Hát én is azért csinálok ilyen legális dolgot, mert nem vagyok abban jó. Nem, egyszerűen borzasztó. Aztán úgy voltam vele, hogy most már akkor, tényleg most már annak szentelem az életemet, hogy az embereknek segítsek. És a fuvarozás az nem annyira jött be, tehát a taxi is azért döglődött egyébként nagyon. Uh-huh. Azért is vettek rá, hogy menjünk rabolgatni, meg mit tudom én, de hát ó. Úgyhogy nem tudom. De mondom, valami rablás volt egy hatalmas koccanás, és bazd meg kész. Ott kezdve semmit nem vágom, hogy most mi a fasz van. Jézusom. Egyetem mikor vagyunk? 97? 8? 99. Atya úr, Istenem, tesó, hát bazd meg, nekem 8 évesnek kéne lennem, bazd meg. Azt sem tudom, várjál már most, de mi nem is, nem vágom, mert ugye nekem, bazd meg, hát én 91-ben születtem, tesó. És akkor várjál, bazd meg, elmentem, mert van személyim, mert elmentem, ezeket elintéztem, meg jogsim is van, tehát uh-huh. Letettem a jogsit, bazd meg. Elment, és a személyemen valami, nem is tudom mi van, bazd meg, ami 75. Tudom, hát nekem is 90, 97 volt régen, azt most... Fogalmam sincs. De úgy arányaiban ugyanaz. Bazd meg. Na, hát figyelj! 65 bazd meg. Az azt jelenti, hogy most vagyok 65. Mennyi? 34 ember. Uh-huh. Hát Jézus, figyelj, Mária. Itt ez a csontoskár. Figyelj, nagyon full. Van ilyen. Látom, kis izé, korongani, forgatja. Hát nem nagyon forgatja az. Nem forgatja? Ja. Vigyázz a lépcsőn, mert az elég szűk. Még egy szabát is árulsz, haver. A mindent, igen. De rajta van a fejed, ember, takarodj már. Azaz, hát ezeket a grafikákat én csináltam, figyelj ide. Jézus itt Mária. A kis izén. Van itt egy ilyen szövőgépem, azt azon tudod. Ja. Hát, vesz meg. Most szövőgépen ez... csináltad a szendvicsre a formát? Wow. Nem, magát a grafikát. Tehát ha megnézed, ja, akkor ez egy fém. Igen, ez egy fém. Keret, és abba bele van hímezve gyakorlatilag a fejem. Azt a kurva! Figyelj! Hát, haver, figyelj, azért nem mész kicsit amúgy, bazd meg, tehát azért itt az... Jaj, azt arrébb toltad egy kicsit. Jaj, bocsánat. Látom még itt ilyen maszk is, nagyon ízléses a berendezés. De én most lefagytam, te rendőr vagy. Rendőr vagyok, bazd meg, rendőr. Kadét egy. Vagy nem, abból nincs, azon belül nincsen kadét egy. Kadét vagyok, tesó. De bele sem megyek, tesó, no. Tegnap kezdtem. Nyilván egyből 600 millió dolog, azt se tudom, hogy mi van. Mondják a dolgokat, érted. Tesó, tegnap már lövöldözésben voltam, bazd meg. Lelőttem két kadétként? Az komoly. Esküszöm neked, baszki, érted? És nagyon durva volt. Úgyhogy volt, figyelj, már gyakorlatilag már mindenen túl vagyok, azon igazoltatni még nem igazoltattam senkit. Hát ha gondolod akkor. Ja, de most nem vagy szolgálatban, gondolom. Nem vagyok szolgálatban, de te hülye. Hát elfejtettem rakni a cuccokat, bazd meg. Tehát itt van nálam minden, vágod. Ez nem olyan vicces. Úgyhogy elfejtettem, tudod, ott a srácok mondták, hogy amúgy ott ki kell jelentkezni, ilyen papírt ki kell tölteni, hogy amúgy ténylegesen szolgálatból kilép, meg mindent. Tehát tegnap még ott áldogáltam így ruhába, úgyhogy szolgálatban voltam, tudod. Úgyhogy van még mit tanulnom bőven, de hát tudod, hogy milyen lassan tanulok. Te meg a rendőrség, te jó Isten. Hát emlékszel a régi időkre, vagy hát nem is régi, hanem azok az idők, amik még meg se történtek azokra? Igen, őrültség. Van egy kis képzavar. Igen. Hogy ne emlékeznék be azokat, amikor te voltál, baszd meg a 20 ember?
Azaz! Az első baszakodásunk elmentett. Komoly, mi írtuk a város szabályzatát gyakorlatilag. Hát onnantól... Onnantól benne lett a város, a polgármester kitette a falra, hogy nem lehet beépített igen, a túsz. Igen, kurva jó volt. Mit megértük? Te jó Isten, nem is tudom, fél éve nem láttalak? Vagy én ja, nem szerintem is egy év. Szerintem egy év. Egy év? Figyelj, én is ide kattogtam, nyilván taxival jöttem ide, mert amúgy nincs egy kocsim se egyébként. Tehát én... Nincsen kocsid? Nincsen, bazd meg, nincsen semmi. Figyelj, nincsen. Uh-huh. Úgyhogy tehát valahol azért is jövök, hogy van-e valami olcsó szekeret, mert hogy így nem igazán van. Hát a rendőri meló sem azért így a fizetés csúcsa, de tudod, hogy igazából egy szakad, mindig lehet leszakad igazából. Mennyit lehet amúgy keresni? Figyelj, $200 fél óránként. Tehát, hogy így figyelj már, nem olyan rossz, nem ha, olyan rossz. Ha egyébként még a csontos shopban is vannak néha melók. Tudunk ott is izélni, hogyha akarsz egy kis kiegészítést. Ha, az tök jó, mert tegnapi nap folyamán én így pont tettem le a szolgálatot, és akkor láttam itt hirdetésben, hogy valamelyik másik bolt is így kirakott egyet. Oda mentem, bazd meg, nyilván oda fut, vagy hogy csináltam? Oda taxiztam. Aha. És akkor bazd meg így oda ment, és akkor $35 volt így a lóvé. Mondom, jó, hát akkor... Igen. Nézzük. És akkor, aha, és akkor ott volt a szolgálati furgon, mit beültem, 20 km. Én ilyen 100, most ilyen $110 tettem ki fuvarokat. Nice! Aztán pár perc. De várj, akkor... Hát a fasz tudja. Vannak olcsóbb autók, nézzük már meg őket, menjünk jó, ki. Jó, rendben. Fény, nem akarok lehúzni, tehát nehogy azt hidd. Ne hülyéskedj, hát ilyen... nem emlékszel, hogy régen mindig te adtál mindenre nekem pénzt? Sose volt egy fillérem se? Hát valami rémlik, de franc emlékszik már, az a testvéri szeretet, ugye? Igen. Figyelj, nem fogok kertelni. Nagyjából $1500 lenne autóra. Aha. Azt tudom, ja nem kell zárni, jó? Azt ja, tudom. De. Csak... Igen, zárd be, mert nekem ugye nem tudom. Azt tudom, hogy a szalomban elvileg ilyen 1008 a minimum. Aha. Azt hiszem az alsó ár, és nem tudom, hogy használtam, valami ilyesmit. Tényleg semmi benzin, nem kéne. Megnézzük, semmi. Most elméleti szinten van valami olcsó autó, mert valamit vettem, csak hogy pontosan mit. Meg hát nem is emlékszem mennyiért, de most hülyen nem fogok ezen keresni, ne hülyéskedjél el. Várjál csak. Jó, rendben. Gondolkodok, mert azt mondja, hogy volt egy autó. Kérdés, hogy melyik? Ja, de az a Rachel nevén vannak azok, várjál. Ha van valami spinés? Van egy Guy Jean, aki nekem dolgozik. Persze, hogy van te kutya. Hogy ne lenne. Ha. Várjál. Ben. Apa, nem ezt akartam. Kicsit félrement a kulcs. Várjál, nem ez az. Van egy autóm. De figyelj már, ide amúgy bárki beállhat ebbe a garázsba? Igen. Ja, jó, mert az előbb volt itt egy csávó, aztán beszélgettem pár szót, de mondta, hogy nem nálad dolgozik, de hogy hallottam, hogy lerakja itt az autót, uh-huh. Milyen fasz, tudod, de akkor itt bárki lerakhatja, jó van. Igen. Figyelj, van egy autóm, ez ilyen... Megmondom őszintén, ez rohadt drága, mármint hogy szerintem, ilyen, de aha. Én most nem akarok ezen keresni. De... Figyelj! Ez egy Chevrolet Monza. Aha. De ilyen eléggé komoly tuningos. Aha, és ez mit jelent, hogy nagyon drága ez szerintem? Hát úgy nem, tehát hogy az van, hogy egyébként ilyen 5000 körül eladhatnám. De, okay. De én megmondom őszintén, én 3000-ért vettem. Figyelj, add el nyugodtan 5-ért, tényleg nincs valami olyan, tényleg reálisan annyiba van, amennyit, mert azért bazdik itt ez a, itt öcsém ebben a városban $100 is köszik nagy érték, azt veszem észre, úgyhogy nem, tényleg nem akarom, hogy ekkora áldozatot hozzértem, tehát hogy de nem, tehát hogy tényleg nem hozok ezzel kapcsolatban áldozatot, mert hát hogy mondjam, azért jól megy az üzlet. Ezt akartam még kérdezni, hogy megy eget? Megy eget, úgyhogy így effektív nekem ezzel nincsen problémám. Én figyelj, amennyit te annó segítettél nekem, hát nagyon jól emlékszünk rá. Én ezt nagyon szívesen odaadom 1500-ért. Biztos? Biztos nem tré? De nem, tényleg, szóval, hogy most ez az $1500, ez tehát, hogy az 1500 mínusz, úgymond, az
Hidd el, hogy nem sok, jól megy az üzlet. Aha. Jó, szóval, van, hogy volt olyan, van, hogy ilyen értékautót már tombolán kisorsoltunk, úgyhogy nincs. Wow. Szóval nem... nem... Csinálod egyébként, tehát behozzák használtan, uh-huh. Lealkudod hát, a bánatba, vagy hogy lealkudom a szarba. Gondoltam. Szarba húgyba. És hát úgy. És akkor, hát figyelj, általában azért működik az alku, van, aki nem enged, és akkor aha, hát az jó van, köszönöm szépen, de általában működik az alku. Mondjuk mit tudom én, hogy ennek az autónak mi az ára mondjuk a szalomban? Szerintem ilyen 4000, talán ilyen 4000-4500 környéke. Tehát és akkor ezt... a csávó bejön és eladja olcsóbban neked simán, mint hát, amennyi a... Igen, és ez még aha, tuningos is. De próbáljuk hűha, már ki azért. Jó. Ez hátsó kerék? Ott a kulcs bent, úgyhogy nyisd aha, ki. Aha. Fogalmam sincsen. De jó hangja van, te jó Isten. Hát figyelj, ez az autó, ez... jó, hát igen, emelkedőn azért annyira nem szerencsés. Ha már erre vagyunk egy benzinkútra, hogy menjünk el, megtankolom. Jó. De van benne turbó is, nem tudom, hogy hallod-e. Azt hiszem full tuningos egyébként. Páncél nincs rajta, azt ennyi. Elég patika autó. Úgyhogy igen. Ja, meg... Nekem tényleg én úgy voltam vele, hogy majd valami szarrárosdát, valami bogarat, vagy nem tudom mit tudsz nekem odaadni uh-huh, majd. Tehát ahhoz képest ez egy luxus kb. Nekem most, ahogy aha, pont nem, mondom, így közlekedő edény kell nekem nagyon. Tehát tényleg ez a futkosás, meg taxívogatásból már, figyelj, most hívtam a taxit, bazd meg, elfőtt a benzine itt az utcán. Hát az meg szokott esni, igen. Persze, na jó, hát. Hát figyelj, ide a benzinkútra menjünk már rá. Igen, oda megyek, persze. Szóval, hogy ezt most ne érezd ilyen izének, hogy azért adom, mert lesajnálás, de én nagyon jól emlékszem, hogy azért volt sokszor az, hogy nekem nem volt Jamie, és te adtál, meg mit tudom én, úgyhogy szerintem az, hogy most a beszerár alatt eladom, ez igazából, ez így testvériségből szerintem tök benne van. Jó van, köszi Tobi, de tényleg ne csináljunk azért ebből feltétlenül izi rendszert. Nem, csak egy kis kezdőlöket. Tudod, milyen vagyok, én nagyon nehetem a segítséget általában. Tudom. Azért egy kis kezdőlöket. Na, várjál. Úgy nagyon tetszik, figyelj, nagyon patika. Nagyon jó. Elég fullika autó. Aha, nem nagyon fogjuk mi ezt itt tankolni. Miért? De most. Na most. Várjál, most. Ja, hogy te tankolod, áztek mindenit. Persze, amúgy te figyelj, semmivel sem tisztában, hogy mennyibe kerül megtankolni, annyira nem vészes, hál' Istennek. Aha. Nem, ez viszonylag olcsó megvan. Úgyhogy ez így, hát nem gond. Úristen basszus, hát még le vagyok azért sokkolódva, hogy te milyen jó Istent keresel itt. Hát bazd, én is öcsém, tehát hogy mondom, hogy most már annyira abba vagyok, hogy tudod, hogy a kadét, mizé, rendőrség, tényleg annyit kell tanulni, szóval megyek is haza, aztán bújom a papírokat, bazdek. Na, megvan, figyelj, nálad van amúgy izé? Persze. Hogy ilyen automata, bankautomata? Ja, hogy olyan nincsen. Igen. Olyan is el kéne még menni, mert nálam itt egy bolt a közelben. Várj, eldoblak, elmegyünk már oda. Legalább kicsit megmutatom neked itt a... Aha, nem, szerintem majd te fogsz vezetni. Majd akkor én, így van, rendben. Igen. Item. Már az autó is érzi, hogy új gazdája lesz hamarosan, az abszolút, hogy neked mutat valóságot. Igen. Így van. Ide az izéhez, menjünk ide a... Ja, itt a közeli aha, bolthoz, mert itt van automata. De várjál, hogyha te rendőr vagy. Igen. Én nekem a rendőrökkel van egy dílem egyébként. Igen? Hogy akik egy hete ott vannak náluk, azok 3 és 5000 dollár között majd kaphatnak autót, amit a rendőrség áll. Úgyhogy fasza lenne, mert igazából mostában senki nem intézte a rendőrök részéről. Fasza lenne, hogyha ezt izé. Te már tudnád intézni. Annyit, hogy mivel tesók vagyunk, erre van. Mivel tesók vagyunk, ezért izé. Ezért téged hívlak, mit tudom én, hetente, hogy na, akkor mennyi ember van, akinek kell autó, tudod? És akkor én meg úgy szerzek aha, be használt autókat. Jó. Hát akkor majd dumálgatok velük, mert mondom, még tényleg ismerkedek. Annyi kadét van amúgy rajtam ki, hogy elképzeljem, tudod? Igen? Aha. Ott az automata. Ja, itt van, aha.
very nice. A boltodat nézzük már még meg, majd arra kíváncsi. Jó, oké. Hát nyilván csontos termékek vannak benne, ugyanúgy, amiket láttál a kereskedésben is. De megmutatom. Megmondom, én is reggelenként szoktam egyébként árut szállítani, de így, hát annyira már, megmondom őszintén, nem, mert eléggé unalmas számomra. Úgyhogy... Figyelj, bízd rám, tehát hogy figyelj, nyugodtan. Figyó, a Z-t azt intézzük már el, azt én is bedobom. Mert adásvételi szerződés, hogy hogyan működik? Az ez? Van nálam, vagy... mindjárt megírjuk, csak akkor azért... Akkor odaadom, vagy, és odaadom előre, úgy működik. Azért, azért adod de nekem, mert azért ebben a városban sem szabad pénzzel rohangálni. Hát azért szeretnek itt is rabolgatni embereket. Parancsolj, itt van, ez 1500, ugye? Meg se számolom, tesó. Tudom én, hogy annyi. Na várjál, bedobom. Hát figyelj te, hát az első napom az úgy nézett ki, hogy az meg bankrablásba kerültem, érted? Túsz micsoda? Voltam. Túsz voltam egy bankrablásban. Mentem volna már a... Mi a bánat? Volt. A kadét, az a felvételi beszélgetésre, érted? Aha. És akkor elraboltak. Én ültem ott a... Atya Isten. Mi az? Önkormányzatnál, ugye ott? Vagy városháza, a franc tudja pontosan, hogy igen. Mi az. Igen. És ott üldögélek ott a padon, ott jött valami gágyi, ilyen dropped up autóval, meg nem tudom. Érted, hogy nézegettem, és komoly kis kicsa van ott. Várjál, már átírjuk a nevedre, itt egy adásvételi nálam. Jó. Nem kell beülni ahhoz. Nem. Jó. Szóval nézegettem, tudod, és arra lettem figyelmes, hogy jött ilyen bukossakos ilyen fasz, aztán beírok így itt el a picsába. Ennyi voltam. Igen, és mi volt a végül? Semmi, hát igazából volt tárgyalás, nem tudom, utolsó előttiként engedtek el kb. Itt úszként, meg volt bent valami balfasz, aki meglőttek véletlenül, meg mit? Volt ott minden, meg az a csajnak be nem állt a szája. Istenem. Aztán elrohantam, és csak arra, hát figyelj, hogy már megy a dara. Ah, köszönöm szépen, nézem is. Aha, helyileg minden adat stimmel. Hát figyelj, belekerülhetsz, hát ebben a városban is azért. Sajnos sok az illegális ember, úgyhogy... Aha, fantasztikus. Én sem örültem neki, amikor idejöttem, hogy ó, tesó, vannak ilyen piros ruhás pöcskeszörűek. Na, ne is mondd, nekem is volt a másik városban dolgom velük, bazd meg, a faszokon ezekkel. Ah, volt persze. Persze, nyilván nem ugyanazok, volt. Meg mit tudom én. Meg az valami Bloodsword volt, kikérték maguknak, hogy hogy nem tudom, hogy pirosnak hívják, hogy mit tudom én, nem értek én ezt. A boltot befirkantad? Bejelöltem, jaj. Jó. Trafikra vigyázz, nem tudom, vágod, de 80-nal lehet menni a városban. Nem nagyon vágtam, most már ezt na. Tudom, köszönöm szépen. Igen. Én megyek, én relatíva lassan megyek, krúzolok. Aha. Hát, ja, szóval vannak ilyen piros pöcskeszörűek, azt mindig elrabolgattak, meg ilyesmi. Aztán igazából mostanában már nem tudom miért, de abba hagyták, hála Isten. Úgyhogy igen. Na jó, akkor. De rajtuk kívül is van rengeteg idióta, úgyhogy vigyázni kell itt is. Autó, vagy pénzzel nem mászkálj, mert szinte bárhol elrabolnak, aztán véged neked, meg a pénzednek. Igen, azt vettem észre az elején már, igen. Hát sajnálom, hogy egyből egy ilyesmibe kerültél. Hát figyelj, benne van a papírban. Tudod, engem már nagyon sokszor elraboltak annól is, tehát én már... Ja. Meg se ugrik nagyon igazából a pulzusom. Hát persze. Mik voltak, emlékszem, hogy favágók voltunk, de jó Isten. Azaz. Hogy és akkor ott őket. Vissza kellett futnunk a favágó telepről. Jézusom, igen, mert meg akartam tudni, mennyit ad az a rohadt munka minden áron. Azaz. Jaj, édes jó Istenem. Régi szép idők, bazd meg. Ja. Hát igen, ja, és mi lehet mondjuk Télorra a basszus, meg az ilyen emberekkel, te jó Isten. Figyelj, azok, emlékszem, hogy a Taylor az csak így eltűnt egyszer csak. Igen, vágod. Felszívódott. Fel, mint az állat. Hát lehet csinált valami olyasmit, tudod, aztán kapa lehet. Volt. Meg emlékszem, volt az a papó, aki vitte az illegál részét, ugye, mert utána volt a csontos varnak ilyen illegál része is, emlékszel? Igen. Tudod, meg volt az egész banda, meg mit tudom. Igen. Ez a bolt itt? Ja, itt fordulj le. Jó. És ez itt az én csodálatos boltom. Aha. Na, hát jaj, jött is fogyasztani jött, az úr. Ide állhatok? Aha. Oda kéne, ahol a fehér áll, mi? Nem, oda nagyon nem. Jó. De hát a vásárlókkal nem beszélek csúnyán. Persze. Fogyasszon csak, tudod. Ne, zabáljon csak. Jaj, de jó ez a kulcs. Igen. Megnyomni. Na. Szép jó napot. Na, és hát itt meg tudod nézni az összes terméket.
Hogy mik vannak? Kenyér! Mennyire nem a te kezed munkája az! Csontozz, De ne hülyéskedjél, itt gyúrom hátul. Képzelem, persze. Mondom, persze. Tényleg. Bud Light Beer, azt a rohadt. Igen. Csonti kóla, Tobi fehérjéje, azt a mindenét. Hát nem viszed, nem vagyunk is. Jó árak vannak, adásvételi szerződés, 37. Tobi, hát mi az, hogy jó árak vannak? Hát figyelj, ezek kézműves termékek, ez nem úgy van, hogy megrendeled azt. Figyelj, egy ilyen Tobi vitamint azért csak elviszek már. Persze, hogy elviszel. Az jó, az valami a rendőröknek nagyon jó egyébként. Na! Mert hogyha van egy üldözés, bármi, kicsit éreznéd, fájlalnád bármidet, akkor egy kicsit tud rajtad segíteni. És akkor itt van hátul egyébként egy irodám is. Hát jó, hát ez nem túl szép, de van. Ja, persze, ez a szokásos, hova begyömöszönnek általában embereket. Igen. Kávéfőződ van. Hú, tesó, ezeket sosem fogom megszokni, ezeket az ősrégi technikákat, bazd meg, ezeket monitorokat, érted, annyira fura, bazd meg, hogy az elképzelni, nem tudom, meg fax, meg csipogód van, gondolom, meg mit tudom. Azaz. Szörnyű. Hát én már hozzászoktam. Szép jó napot, uram. Ja, Istenem. Jó napot. Jó napot. Kicsit szakadt a kabátja, uram. Hát, ez most így lekimentem eltől egy párnak, aztán jelent. Óvatosan. Na, és akkor várjál, most... figyelj, gyere csak, Samu. Igen. Azt mondja, hogy itt ez a kis gép, és akkor át bekapcsolom, hol a szarba kell, soha nem kapcsoltam be itt. Így. És akkor... És igen, akkor... jó sokáig tartjuk, bekapcsol, igen. Igen, és akkor most azt mondja, hogy... BOOM! Atya, úristen! És akkor ilyenkor nagyon szoktam jó. Én elmenni innen a rákba. Jó napot! Fogyasszanak egészséggel, viszlát! Zabáljanak csak! Na, úgyhogy, hát passzus. De figyelj már, akkor most ezen a két lábon élsz jelen pillanatban? Jaj. Gyakorlatilag igen, ezek vannak, aztán... Jaj! Hát, na mindegy, majd ezt meg kell csinálnom. Nem nagyon történt ott semmi. Na, akkor jó, kiváló. Na, szóval, hogy gyakorlatilag igen, most egyébként beszállítok már a mentősöknek is. Viszlát. Jó napot. Igen. Beszállítok már a mentősöknek is a boltból, szóval... Ezeket csinálom tulajdonképpen, jaj. Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. És akkor te meg most gyakorlatilag a rendőrséget azt ennyi, ugye? Így van. Hát meg ugye ezeket a fusi munkákat, amik éppen vannak néha. Tehát ilyen bolti kisegítés, stb. Hogyha neked is van, akkor abban is majd segítek, szerintem beszállok. Jaj, jó, hát szokott lenni, úgyhogy bőven. Figyelj! Kiváló. Bazeg, megszólalni nem tudok. Telefonszámot mindenképpen cseréljünk. Figyelj, félreállok valahol, jó? Valami... Jó. Nem tudom, valami olyan helyen, hogy a törzs vendégeid ne jöjjenek oda annyira. Nem muszáj. Mondjuk, baszki. Nem látod, kadétként nem hoppa, igazán. Hoppa. Így van. Csontos úr. De fura, hogy most már nem én vagyok az egyetlen csontos úr. Hát azt nem csoda. Mióta vagy amúgy a városban? Szerintem egy 3 hónapja most már itt tengetem az életemet. Akkor most már hozzászoktál ez az idő kieséshez. Figyelj, mondom az a számom, az... várjál. Ó, várjál, nem úgy van ám ez. Hát, amire feloldom ezt a nyomógombos telefont. Azaz. Meg kihúzom itt az antennát. És beírom, hogy csontos Samu, te jó Isten, de fura ezt megtenni. Azaz. Csontos Samu. Autókat nézted egyébként, hogy miket lehet itt kapni a városban? Azért egészen hát, más. Persze, figyelj, de tudod, nekem ezzel nincs bajom, mert tudod, imádom, régebben is mindig, vagy hát a jövőben, most hogy mondjam. Tehát igen, hát fura ez, tudom. Igen, tehát amikor régen is krúzoltunk, akkor tudod, én mindig ezeket a régi szaroknak voltam a híve általában. Igen. Úgyhogy nekem ezzel nincs bajom. Tudod, mi van itt? Olyan Impala, mint ami neked volt annó. Na takarodj! Van olyan bizony. Atya úristen, hát jó, most nekem ez most tökéletesen megfelel. Ez az autó most. Na csak mondom, hogy van.
az biztos, hogy rámegyek majd erre, majd nem tudom, majd. Majd hogyha esetleg netán mondjuk így a kezed alatti megfordulna egy. Egy olyan impal alkoszolja? Aha, akkor légy szíves, hallom nekik, mert az érdekel nyilván. Meg hogyha tényleg bármi van, meg nem tudom, majd fogalmam is, hogy ez az autó is majd mi, meg hogy, meg akkor mit csinálok majd vele. Gondolok, hogy lecserélem, vagy majd mit tudom, mi visszaviszem neked, elcseréljük, vagy valami, nem tudom, hogy ja, persze, beton venni, meg ilyesmi, úgyhogy azzal nincsen. Mert akkor gyakorlatilag így jól is jársz, mert akkor ezt ugye el tudod adni, akkor annyira, hogy tudod árulni, amennyire árultad, stb., azt akkor kész. Mert én akkor így a szalomban nem is nagyon vásárolnék autót, tehát... Hát figyú, igazából nincs rá szükség, meg kurva sok autóm szokott lenni, szóval, hogy van egyébként egy Gaijin kollégám, csak... Az igen. A baj, hogy most nem nincs a városban, de azért írok neki egy üzenetet hátra, hogyha... És valami alakulgat valami? Hogy? Nem tudom. Fűzögeted? Nem? Te, hogy fűzögetem! Nem, haver, hát most... Szülye! Biztos, hogy biztos jót lenne azért a lehetőség. Meg amúgy azt néztem, hogy egész sok a csaj. A városban. Igen? Amúgy, tehát, hogy aha, a mentők. Én eddig kettővel találkoztam. Mentőknél is tegnap így volt ez az action, amit mondtam, olyan fullos spiné jött ki, hogy mondja úr is! Majd a csontos kár fele guruljunk már vissza, mert én meg jó. Ott hagytam az autómat. Jó, persze. Tudok amúgy mutatni néhány autót, ha érdekel, 2-3 van a nevemem. Muti már. Most, ami itt egy Dodge, ilyen is van nálam jelenleg. Aha. Ja nem, ilyen nincsen. Ilyen jelenleg nincsen, de vannak elég brutál autók egyébként. Úgyhogy... Egy gyors kitérő belefér-e? Persze. A rendőrségre el kéne menni, mert nem tetszik, hogy nálam van minden felszerelésem. Igen, az fontos lenne, azt, hogy az... Azt tegyük már le, mert ez nem annyira tetszik nekem, hogy nálam van. Csak kikapcsolom azt az indexet, jó van. Ja, jó, persze. Átnyúltam ide, bocsánat. Persze, oda nyúlkálsz, ahol akarsz, Tobikám, tudod. Na, hát jó van, örülök akkor, hogy véded itt a polgárokat, köztük engem is. Hogyne, hát majd még azért odébb van, mert tényleg mi nagyon, nagyon zöldfülű vagyok, tehát... Aha. Nézem, nagyon sokan is nincsenek is amúgy, mindjárt jövök, jó? Jó, hát megvárlak, még sem eltök én idebe, ugye? Rendben, pillanatot kérek. Jó. Na, haló? Na, Csövi, egy pillanatot kérek, kicsit elhúzódik, mert még ilyenleg azt tudom, hova kell ezt leadni, jó? Jó, tehát, csak hát, nyugodtam. Itt, csak jó, nyugodtam. Oké. Sietek. Hát ez nehéz szülés volt, de meg vagyok. Na, jó van. Az Isten áldja már meg. Basz meg. Jó van, megesik az ilyen. Persze. Na, hol tartottunk? Már nem tudom ám. Jó kérdés. Hoppá, rendőr úr, hát... Jól van az. Persze. Oda nézzél, itt meg mi lesz? Hát, valami mi van. Mi a szar ez? Le volt az ott zárva. Arra gondoltad a kis bójás szarra? Oda nézzél, Limes, ez valami új, vagy Limes? Te hol látsz ilyet? Várj, állj meg egy kicsit itt. Mi a szar volt ez? Csak azért, mert még ezt nem is láttam. Nem látod azt a graffitit? Juice! Az oké, okay, csak vagy hogy... Juice... Volt valami ja. Kiírás ott. Ja, aha. Mi a szar ez? Juice-i, vagy mi a fasz? Elég igénytelenül belett ez itt követve. Nagyon ronda, nagyon. Amúgy nem, egyébként kívül nem néz ki. Mi ez valami bolt? Nem az valami... Vagy étterem? Mi ez? Én nem vágom, azt tudom, hogy az nem van ez új dolog itt. Jó napot! Hűha! Aha! Anyád, Limes! Wow! Na. Wow, micsoda munkapult, izé. Na jó, van ennyi, csak azt hittem, hogy itt van valaki. Baszkett, ezt nem is láttam. Te figyelj már, 99-ben voltak ilyen tévék, tesó. Hát ez izé, wow. Ez vagy projektoros. Vannak, bocsánat, projektoros? Aha. Uh-huh. Meg LED, meg izé, wow, azé. Az. Egy kicsit az olyan régi feelinget hoz nekem így a... Abszolút, igen. Régi városok érzését, de hát figyelj. Amúgy ez komoly ez a hely, nem tudom ez mi lesz, de tényleg valami... nem tudom mi ez, nem is várjál láttam már. Még. Kérlek szépen, itt a térképen megnéztem, hogy zsebemben van, ez egy lottózó lesz. Lottózó? Hát valami lottery, azt aha. Írja. Úgyhogy valami érdekes. Ilyesmi. Érdekes, olyan belül, mint valami, nem tudom, valami kocsma, vagy ilyen sportbár, aha. Vagy nem tudom. Fú, de fura, hogy rendőr vagy, aha. Basszus. Fura mi? Majd jó, meglátsz, most... egyenruhába egyszer majd akkor majd. Azaz, jó, a titkom nincsen. Nincsen, biztos? Hát nincs, jó, most volt olyan, hogy mit tudom én.
nem adtam számlát egy-egy eladásról, aha, de hát ez a legnagyobb. Na, hát egyek kukac. Jelentenem kell majd, ugye? Na anyád picsáját kell jelentened. Vagyis anyánk picsáját. Ha így van, így van. Nem nagyon kell azt neked jelenteni. Hát én meg kell. Akkor jelentem majd ezeket a záróvonalakat. Jaja, meg azt, hogy nálam maradt a felszerelés, stb. Azaz! Fú, te én már láttam, hogy úgy le fognak engem baszni ezért, szerencsére meg megúsztam. Hát figyelj, belejössz szerintem biztosan. Igen, alapvetően nekem még nem mondta senki azt egyébként, hogy ezt le kéne ilyenkor adni. Ezt most igazán csak feltételezem, hogy nem kéne nálam legyen civilbe. Tehát, hogy így... De érdekes betanítás, hogyha ezeket nem érdekes, mondják el. Érdekes, mert ugye szóba történt minden, és akkor közben, két óra után vettek fel hivatalosan, és akkor fértem hozzá ez a üzenőfalukhoz, tudod? Aha. És ott viszont le van írva minden a tananyag, minden információ. Ja. Úgyhogy majd mondom azt, hogy még át akarom olvasgatni alaposan, mielőtt majd én még elkezdek bármit csinálni. De mondom, értem. A folyamán elvek egy dicséretet kaptam a nap végén. Igen. Azért, hát figyelj, tényleg azért egy elég érteszélyes helyzet voltam úgy már az első napon mondta, hogy de ó, ne aggódj, olyan kadétokat ismertem meg, beszélgettem velük, voltak itt állami bankrablás közepén levettek fel. Aha. Ilyenek, tehát érted, hogy mit, tehát na. Hát nem sajnos egyszerű. Ebben a városban is nagyon sokat rabolnak. Na, hát engem is már annyiszor elraboltak, ó, a hülyét kaptam. Jaja. Beállok ide a parkolóba, jó? Nyugodtan, persze. Ne itt a fűre vagy valami, csak így félrehúzódva legyen. Hát figyú, akkor első körben mondom, tehát hogyha így gyorsan kéne egy kis zsé, vagy ilyesmi, akkor ezt a fuvaros témát, ezt én simán tudom ajánlani. Összebeszélünk, és akkor viszünk néhány fuvart, mert a boltba azért jó sokszor kell árut vinni, hála Isten viszik, mint az állat, úgyhogy az mondom, az jó kis pénzt tud fizetni. Van olyan termék, például telefonból, hogyha 35 darabos annyit tudsz hozni azzal a kis autóval. Hát annyi fér el, ugye, mert ezek azért még eléggé nehéz telefonok. Persze. Ilyen 300 dolcsit tudok érte fizetni, és még úgyis megéri nekem, úgyhogy... Jesszusom! Azt nagyon megköszönném. És akkor úgy csináljuk, hogy akkor beszéljünk össze, azt mondod, és akkor ketten nyomjuk, vagy hogy mondtad? Ja, hogy tulajdonképpen, hogy mit tudom én, összedumázunk, és akkor... én szoktam egy ilyen rádióra felmenni közben, egyébként Rachel-lel, van egy rádiófrekvenciám, és akkor közben, hogyha bármi probléma van, vagy mikor érkezel vissza, stb. Közben szoktunk így dumálni, hogy tudod, és akkor ilyen összeszervezettel hozzuk az árut. Persze, tök jó, nagyon tetszik. Jó, fi, hát akkor szóljál, gondolom ezt általában reggelente szoktatok csinálni, nem? Vagy nem? Nem, hát ez mindig változó. Mondom, most tettem ki egy csomó mi a nevét, de hogyha gondolod, egyet biztos be tudunk most adni, mert a... Én adom, neked nagyon kell a lóvé, persze. Mert persze. A mentősöknek van egy csomó cucc, amit le kéne szállítanom, és akkor én azt kiveszem a boltból. Aha. És beteszem a kocsiba, és akkor úgymond lesz üresedés bőven a boltban. Jó, hát fiú, akkor... Én ready vagyok rá, hogyha neked is jó. Jó, akkor viszont kihozom a kocsimat, aztán akkor kövess. Sőt, jó, nem, akkor leteszem, igen? Vagy mit tudom én, igen? Annyi a kérdésem, hogy rádiód van egy plusz? Van, pont hogy van. Csak szolgálati van, és nyilván azt is leraktam most vissza. Jó, ezt akkor átadom, jaj, aztán akkor ez maradjon is majd nálad, és akkor, hogyha bármi van, akkor majd ez a csontos rádió. Jó. És menjünk fel egy 333-as frekvenciára. Rendben. Igazából okay, én erre okay. Szoktam. Ej, valaki itt van? Kiváló. Reméljük nincs. Jó, akkor figyú, mit tudom én, akkor menjünk két kocsival, ne kelljen már egymást furikáznunk. Jó. És akkor jó. Ott Tali, a boltnál. Rendben, oké. Okay. Megvárom, tudod melyik akkor... az, vagy követsz inkább? Követlek, jó, a legjobb. Pici. Jó. Basszus. Na jó, akkor egy kis áruszállítást itt most lenyomunk. Lesz neki is egy kis zséje. Rendőr úr, azért álljon ám meg majd a piros lámpáknál. Jó, rendben, azonnal. Mi a szar történik ott? Mi a szar az? Jézus atya úristen, mi a szar történik itt? Csóri. Uram, maga mi a jó isten csinál itt? Samu, mi történik itt?
valaki nem adjon. Nem tudom, az ember itt rohamot kapott, görcsöt kapott, most hívtam egy mentőt, most így stabil oldal fektettem, látod milyen szépen látom, sikerült. Látom, nagyon szépen sikerült, és, igen. És a nyelvét is így kihúztam, nehogy leharapja, tehát hogy így... Jézusom. Hú haver, tehát hogy nem tudom, de... Uram, jól van, hall engem, uram? Hívtam mentőt önnek. Most uram, ez az autója esetleg nem eladó? Na. De hogy is nem. Na, milyen jól lett hirtelen. Jaj. Uram. Jaj. Pedig már mentőt is hívtam magának, azért csak üljön le nyugodtan. Ha iszok egy kólát. Na így jó van akkor. Na, akkor jön mindjárt mentő, aztán majd mindjárt jobbul. Mindjárt jön a mentő, nyugodjon meg. Az anyád úristenit. Atya Isten, hát azért na, van hát ez. Dolgok. Bár jön a... Elveg jön a mentő, nem? Jaj Istenem. Jaha. Na. Na, Van eleget, Tomi? Van! Tudod, ezeket a piros autókat nem igazán szeretem, az a helyzet. Azt hittem már, hogy itt probléma van. Igen. No. Na, miket kell? Telefonokat? Figyú, most, amit kéne hozni... nem telefon lesz. Jézusom. Szóval mondjuk Tobitamin, az kéne. Aha. Úgyhogy várjál, mondom, hogy hová állj, nehogy véletlen valaki elhoppolja tőled a melód, gyere jó, egy kicsit. Jó. Rendben, köszönöm szépen. Fogyasszanak. Ja Istenem. Köszönöm. Na szóval, ide álljál. És még mindig itt dolgozol, Jani? Vagy oda? És akkor mindjárt jó. Szoktam szanálítgatni. Majd szólj. Szólok rádió. Jó. Csak kitettem. Na, akkor gyorsan kitesszünk neki egy melót, és akkor 300, igazából ugyanannyi, mint Rachelnek, szóval nincs itt kivételezés, és akkor mi volt Tobitaminból? 31, és akkor 300, Tobitamin, és akkor 35 darabot tud hozni. Nincs elég pénz, ja nincs elég pénz bent, fizetünk be. És akkor most ugyanezt megcsináljuk, Tobitamin 35 darab. Boom. Mondom, boom. Kint a cucc. Megvan. Elmegyek már veled. Oké. Nem kell hozni még egyet? Valamit? Hát nem. Jó. Igazából kell, de majd akkor te hozod már, megmondom őszintén, annyiszor hoztam már ilyet, hogy már egy kicsit a pöcsöm kivon vele. Hát azt nem csodálom, te figyelj már erre amúgy a izési magépjármű elég. Erre igen, jó, arra totál elég. Kiváló, jó, mert ennél nagyobb nekem nincsen, meg kisebbre sincs, a motorra sincs. Aha, oda néz, hogy krúzolgat ez az autót. Igen. Mondjuk te inkább az utat figyeld. Igen, azt figyeld. Mennyire megyünk? 11 kilométerre. Hála a jó Istennek, képzeld el, Rachel-le mindig ezt csináljuk. És nekem rohadtul messzire kell menni, neki meg mindig tök közelre. Aha. Atya Isten. Értem. Figyelj, van eleged azért, Tobi. Vannak. Jönnek emberkék, szépen. Vannak szituációk, amikor egy kicsit a pöcsöm ki van, igen. Hát azt nem csodálom. Hoppácska. Itt nagyon kérdéses, mert ugye alapvetően... Na. Igen? Alapvetően ugye a piroson mindig átmész. Csak igen? Amikor rendőr van, akkor nem. De hát te az vagy, ugye? Hát persze, tehát itt igazából sosem menj át, vagyok, igen. Hogy vagyok. Na, hát akkor figyelj, jó utat, én egy kicsit hátradőlök. Nyugodtan, persze. Bármi persze. Van, szólj nyugodtan, de én azt jó. Gondolom, hogy ez egy viszonylag könnyű feladat. Persze. Megmondom őszintén, bármikor jönnek el mellettünk autók, mindig azt hiszem, hogy rabolni akarnak. Így van, tudom én. Ez így beleégett már a fejembe. Persze, hogyne, tudom, nagyon tisztában vagyok vele. Én is még azt, hogy nézd meg. A kedvencem, hogy visszatolatkart a pirosnál, tudod, hogy azaz. Azaz. Jaj, anyám borogas. Anyám, nem értem rogasson. Mondjuk, hogy hallja, hogyha fel van húzva az ablak, de hát hallja. Hallja, bazdmeg, a taxitárságnál nekem haver, tehát hogy konkrétan az udvaron hallották, hogy miről beszélünk, a fönt az irodában vágod. Annyira jó volt a hangszigetelés, képzelheted, úgyhogy aha. Én már megselepődök ilyesmit. Na oda néz. Na az most mi? Aha. Hűha. Hát ott egy kis... Valami vendetta. Ajjajjaj, nem lesz, figyelj. Meg hát rendőr vagy, ugye? Hát jó, oké, persze. Nincs nálam semmi.
Basszus, nekem van egy késem, képzeld, mondjuk azt hiszem nincs nálam. Aha. De nálam van. Hát azért, mert megbeszéltem a rendőrökkel, hogy az nem illegális. Nagyon vigyázok erre. És ez nem illegális. Mennyi egy kés? Fogalmam sincsen, én azt úgy nem is tudom már hol találtam. Aha, azt hiszem a boltban volt még a fiókban. Nem tudom, kinek kellett az a régi tulajdonosnak? Ja, vágom. Hát jól van. Valami, nekem is kéne valami kis önvédelmi eszköz, mert hogy így... Azért na, szar így már. Hát figyelj, ami... Semmi. Azt tudom, hogy még létezik ilyen boxer is. Bár azt nem tudom mennyire legális, csak egyszer egy srác elővette azt ott iszét, hadonászott vele. Nem tudom, tehát azt tudom, hogy van, meg ugye a kés. Ja. Hát én is elmentem erre a felvételi beszélgetésre, és így ilyen kérdéseket raktált a forma, hogy a kényszerítő eszközöket sorolja fel. Hát mondom, gumibort, a baroklőfegyver, hát az nem, mert hogy mondom, jó, és mondta, hogy jó, hát ezt nem kell tudnia még, meg így, mondom, hát igen, tudok, sejtettem, köszönöm, mert fogalmam nincs, tehát, hogy... Érdekes kérdések. Igen. Ja, meg egy ilyen két ilyen beugratos kérdést tett fel még a csávó, hát azt tudom, erre vagyok arccal, bazd meg. Hogy, micsodát? Hát volt egy ilyen például, de valószínűleg neked ezek jobban jár, rááll az agyad az ilyesmi, aha, az agy, na, jaj. Az agyad jobban rááll az ilyesmire, mint nekem, hogy úristen, hogy volt, várjál. Ja, hogy egy házaspár minden nap bemegy egy bárba, és minden nap a kedvencüket rendelik dupla viszkit jéggel. A férfi egybe lehúzza férfias módon, a nő pedig csak iszogatja. Viszont a nő egyszer csak elájul és meghal. Mitől következtetett ez be? Hát ilyen jellegű kérdések. Hát mitől, bazzeg? Fogalmas sincs. Elkezdtem agyalni, hát mondom neki, biztos belekevertek az italába. Jó, rendben, de hogyan? Hát mondom, azt mondja, valamilyen kémiai reakció indult el, ugye? Mondom, igen. aztán nagy nehezen kikövetkeztettem, de nyilván ilyen síri csend kus volt, tudod, gondolkoztam, mi van. Hát ugye jégben volt méreg, és ugye volt ideje felolvadni, míg a csávónak meg nem halt bele, mert neki nem olvadt bele a jég, ennyi. Ja Istenem! Ugye? Ezt honnan szedték? Milyen könyvben olvasták be ezek? A következőnek volt egy ilyen, hogy volt, hogy valami 10 emeletes toronynak a tetejére felmászik egy kakas, és akkor hogy tojik egy tojást, és mennyire, melyik irányba gurul le a tojás, hogyha északnyugati szél fúj. De ez miért jó? Vagy ez nem minek tudom, kell? Nem tudom, gondolom logikát, itt meg az volt a válasz, arra is nagy, tehát így eltelt egy kis idő, míg felfogtam, hogy jó, a kakas nem tojik jó tojást. Ja Istenem! De annyira kellemetlen éreztem magam, képzelheted, tudom. Ezt tudod mire lenne? Valamilyen ki mit tud vetélkedőn, ilyen... Körülbelül. Nem tudom, lenne egy bohóc, az ennél ne vagy mutyi bohóc, és ő mondaná ezeket, akkor azt mondanám, hogy ez így rendben van. Igen. Na mindegy, Atya Isten. Ez a két ilyen beugratos kérdés volt. Végülis mindkettőre rájöttem, csak azért kell egy kis idő. Tehát tudod, hogy lesokkoltam, mondom, most ezek mindkettőre kérdések. Ha már rendőrök, vigyázz, itt 120 lesz a trafi. Jó. Ha már rendőrök, képzeld el, hogy engem meg valamelyik nap egy rendőr drogtesztelt. Drogtesztelt. Azt mondja, mert hogy kiírtam, hogy megnyitottunk, ezért tudod. Aha. És akkor, hogy azt mondja, hogy túl jó, én úgy látom, hogy túl jó kedve van, úgyhogy szeretném drogtesztelni. Jézusom! Szerinted? És mi volt, pisánod kellett, vagy mi? Nem, be kellett nyalogatnom valamit. Aha. Nem tudom, hova kell, én nem látom. De itt lesz valahol, aha, ott van. Be kellett nyalnom egy izét, egy ilyen pálcikát. Baszki, drogtesztel, érted? Persze. Ott szégyenkeztem a vevők előtt. Na várjál, mindjárt jövök. Oké. Okay. Te figyelj már, lakat van a záron. Ott a másik oldalon. Megnézzük még egy dolgot, de... Várjál. Hol a cucc? Itt bent, konkrétan itt ennél az ajtónál. Itt van bent. Aha. Oké, okay, akkor várjál, nézzünk el erre. Jó. Aha, meg kéne onnan kerülnünk. Igen, azért mondom, ja. Elég veszélyes helyekre szokták néha tenni a izét. Ja. Az árukat, ez mindig más raktárban van. Ez nem mindegyiknek jó a logisztikája, tudod. Persze.
Nem baj, kijövünk itt jobbra, aztán majd szépen bemegyünk. Nem is dicsérted meg, micsoda autó ez. Amúgy igen, 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 nagyon autó. Szép. Rim paint, festékes az valami az. Végtől így lunyúhattad, vagy valami. Persze, hogy nem. Festődő. És akkor végül a drogteszt, azt az nem mi, tehát negatív lett végül? Persze, mit feltételezel rólam, hát? Hát honnan tudjam, Tobi, hát figyelj. Na, hát... hát mondtad, hogy jól megy a buli, a biznisz, meg minden, de aztán honnan tudjam, hogy izé... Hát, ja, valami. De hát tényleg vigyázok arra, hogy nem. Azért a jó hírnevemet itt ne sértsem már be bármivel. Főleg nem nevetséges drogokkal. Persze, persze, persze. Jó van, örülök. Ó, hogy be tudtad ide játszani. Ha persze, ne bóckodjál. Elbírod? Ne segítsek? Aha, meg vagyok. Ennyi, oszta. Egy doboz? Ennyi, egy, egy, hát mennyi van, 35 darab, izé, Tobit, ami van benne. Tökéletes, tökéletes. Hát figyelj, nem is mondtam, én kamionoztam is ám. Mit csináltál? Kamionos, sofőr voltam, kamionoztam. Árusztályos voltam. Egy nagyon rövid ideig, így pont arra az időre, amíg ugye a taxisokat el tudtam indítani. Ja! Persze, azért mondom, hogy ez a kis furgon, ez már nekem nem probléma. Ja, ja én is, hiába, nekem is ilyen nagy izém van. Nagy kamionom van, amivel szoktam vinni az árut. Ó, mert én ilyen 105 darabokat viszek, nem úgy van ám az. Ja, hogy abba az ilyen gyűjtőjáratot csinálsz vele? Vagy az hogy van? Nem, mert az úgy van, hogy én már gyakorlatilag megvásároltam egy nagy kamiont is, és én azzal tudom vinni az árut. Viszont, hogyha egy civilnek kiadok egy árut, akkor csak ilyen kicsivel tudja vinni, mert hát ez van meg az, és akkor nyilván sajátomat nem adom oda. Értem. Nem de semmi. Ha akarnám, se tudnám, tehát, hogy persze, ez fontos. Persze, sejtettem. Hát nem semmi üzleti tervvel rendelkezelte. Hát kicsit össze kellett magamat szedni, mert azért eléggé le voltam én csórosodva. Azt se tudom, a kiámban mi lehet amúgy. Atya Isten, tényleg a kék kiát, basszus. Azaz. Azóta nem is hallottam róla, mondjuk érdekes lenne itt lenne. Hogy meglepődne mindenki, hogy mikor jó autó ez? Azaz. Mi ez? Űrtechnológia ez? Igen. Komolyan fogod azt a kormányt te. Nagyon, figyelj, hát nehogy te autód, érted a te munkás autód, nehogy már itt valami történjen vele. Nagyon remélem, hogy nem jönnek ránk elrabolni, meg ilyesmi. Nem hiszem. Nem lenne túl jó. Igen, nagyjából ugyanennyire ki kellett jönnöm tegnap is, amikor nyomtam egy ilyen munkát, tudod, uh-huh. Hogy $35 volt az egész. Az nagyon jó. Nem értem meg. Igen, nem. Az egy nagy bizony. Nem, hát én nem tudtam, tudod, mennyire, milyen messzire kell menni. Uh-huh. Bevasztott a 10 kilométert, mondom, na more, de jó. Rachel-lel is, a Chaisival is az szokott lenni, hogy kiadom neki a melót, és akkor neki ilyen 600 méterre kell menni. Az hopp, $300 keresett is. Wow. Én meg bármikor visszam, akkor el kell ide jönni ugyanoda, ahova neked kb. De hogyha ezt így kirakod amúgy ilyen hirdetésbe vagy valami, akkor azért csak jönnek rá többen, nem, hogy csinálják maguk ezt a munkát, nem? Igen, de akkor nem szoktam ennyit adni, ezt csak alkalmazottaknak szoktam. Vagy hát alkalmazottnak ja, szoktam. Ja, értem. Friends and family discount. Hát persze, mert a egyébként sima civileknek ilyen $110 fizetek minden fuvarért. Hát az is nagyon jó, hát a 35-höz képest, amit én tegnap csináltam, ja. Az is nagyon jó, tehát... Igen, mert egyébként sokszor van az, hogy látok ilyen autókat, ehhez hasonlókat. Aha. Így az út szélén itt-ott, hát gondolom leszarják, azt vissza se viszik már, leszarják azt a $35. Hát, hány volt tulajdonosan a városban amúgy? Hű, azt hiszem, hogy az önkormányzati a nagy része, de ilyen 4-5-6 darab van kb. Magánkézben. Aha, gondolom jó drága egy ilyen bolt. Hát igen, ez, aha, ilyen, aha. Ez ilyen, én úgy tudom, hogy külföldi valutás ja, egyébként. Ja, értem, aha. Ó, hát majd meglátjuk, hogy ez a rendőrség hogy telj el aztán, meg hogy mennyire találom én meg magam benne, aztán lehet, hogy beruházok én is egy ilyenbe. Na igen, egyébként van értelme. Képzelem. Meg tényleg egyre többen vannak, tehát hogy költöznek a városba, mint a disznó. Igen. Aztán viszik úgy a cuccokat, mint az állat. Nagyon mindenki jó. Rá van pörögve. Nagyon jó hangzik. Itt tényleg az a fontos, hogy mindig legyen tele a bolt. Mármint nem az, hogy tele, mindig legyen áru. Mert sokan azt csinálják, hogy leszarják csomó napig. Azt érted, az emberek oda mennek, semmi áru, aztán elengedik azt a boltot. Persze. Jó, van, megy oda a pöcsöm. Na, majd meglátjuk. Ja, meg figyelj egyébként, szoktunk izét is szervezni.
rendezvényeket is, úgyhogy hamarosan lesz majd egy ilyen horgászverseny, oda is szívesen várlak. Hát hogy kinézek, gondolod. Tudod, én alapból nagyon nem szeretek horgászni, tehát az nem az én... Aha, az én egyszer, még nem is horgásztam de, egyébként. Nem, egyszer-ketten nyom. Ja, annó, ó igen, annó vagy hát még meg se történt, ugye? Így van, nem így elfogy az üzemanyagunk, állam. Nem fog az elfogyni. Visszaérünk, azt mondom? Figyelj, én mindig úgy tankolom tele, ki van számú, hogy pont odaérünk vele. Jaj, jól van, mindenre gondolsz, nagyon Tobi jó. Bácsi, tudod jó, hogy azért körülményes, mindenre gondol. Na, láttam ott egy mentős biciklin. Igen? Ja, látom, igen. Ha? Jó van akkor. Az komoly. Vajon úgy megy esetekre is? Azaz, felrakja a kis csomagtartóra. És akkor azt mondod, nem jött már be ez a fuvaros téma? Nem. Egyszerűen, figyelj, itt is akármikor taxi, ugye mostában elég csak a taxista, mint a városban. Na, ez igen. Igen. Akármelyik is, tehát taxistam a városban elég sokat mostanában, uh-huh. És itt is mindenki azt mondja, ugyanarra panaszkodik, mint amit nálunk panaszkodtak, hogy egyszerűen nincsen fuvar. Hát jó, hogy mert szerintem mindenkinek az a lényeg, vagy az az első dolog, hogy izét vegyen, hogy hát, autót persze, vegyen. Persze. És mi a legtöbb ember már van autója, nyilván nem fog taxizni. Így van. És akkor ide betolsz, és akkor... Ja. Ennyi. Damn! Sikeres ja. Volt ez a meló. Ja. Megnézem még? Kell-e valami? Aha! Figyelj, hogyha már megnézem itt vagy. Még. De figyelj, nem muszáj 300 dollárért vinni, amúgy nyugodtan csapd le. Nem, azért ezeket kéne most, mert mondom a mentősöknek kéne árut szállítanom be, és akkor tök jó, hogyha ezek már itt vannak, azt ki tudom venni. Akkor hogyan állunk? Miből kell? Ugye fehérje meg tobitamin volt, tehát akkor fehérjéből kéne még 35 darab, az még ki is jön, és akkor az úgy pont rendben lesz, és akkor azt már ki tudjuk majd venni. Meló 1, 300, és akkor fehérjét beszéltünk még a mentősökkel. És akkor végül majd kivesszük az egészet. Na, elvileg ott a cucc. Hát most ezt... Ez egy kicsit ilyen kis... De hogy nem a kamionoddal nyomod amúgy? Mármint mit csodát? Hát ezt a melót, hogy most így szállítgatsz árut azzal. Hát megmondom őszintén, hogy én ma már szállítottam. Ja, jó párat, és mondom nekem már pöcsöm ki van, örülök, ha valaki más viszi. Vágom. Nem, ez a 6 kilométer. Ó, hát az már easy. Na, ott az úr meg ilyen hirtelen jobban lett, ahogy látom. Így van, persze. Hát itt, na hát ez egy szép manőver. Ja, nem így. Aha. Jaj, egy kicsit megzavarodtam itt a térképet nézni. Értem. Úgy elfejtettem már térképről tájékozódni, te hülye. Hát GPS-eztünk ott régen, meg szarakodtunk, meg mit tudom. Igen. Uram, atyám. Itt izé adja a taxis a térképet, ezt a filctollal bejelölöm, hogy hova vigyen meg, az te úristen. Erről át kell még szokni azért. Igen, tudom. Oda ismerős ez a dolog. Nekem is az eleje. Oh, hülyét kaptam. Nem csodálom. Vettem egy Tobi kólát azért. Na, hát jó tetted. Ezért tett hármat pontosabban, nem fogok... Nagyon jó, hát az 15 dollár, köszönöm szépen. Mennyiért szerzed azt be? Vagy az hogy van amúgy? Kíváncsi vagyok. Hát egy dollárért tulajdonképpen. Te rohadt. Igen, úgyhogy megéri egyébként. Ez nagyon megéri, basszus, tényleg. Na. Hanyatszorra? Hát gondolom... sok van ebből a városban, ilyen jó, autóból. Jó, sok furgonod van amúgy, basszus. Hát ez már így a második, amit kilátok, amit azért... Igen. Hát jó, de ez ilyen, látod, ez ilyen... Már azért szétcseszték itt a persze, civilek. Persze. Igen. Nem volt időm még lefényeztetni sem, meg semmi. A automata váltót is meg kéne már benne nézetni. Na meg kéne azt nézetni. Jaj, tesó, olyan jó, hogy itt vagy, bazd meg veled. Annyira fura. Annyira rég dumáltunk, nagyon, annyira rég dumáltunk, baszki, hogy nem igaz. Pedig amúgy vártalak volna a társasághoz is egyébként, csak nyilván neked ez a taxi annó is, nem annyira adta neked ez a fuvar se annó. Nem. Hát megmondom őszintén, tényleg nem tudom, mi történt, egyszer csak itt termettem, tehát hogy én kitaláltam, hogy csinálok egy kis bizniszt, egy autókereskedést, azt egyszer csak baszeg így. Semmiből itt lettem, úgyhogy
Úgyhogy a pöcsöm se tudta, hogy mi van. Először elkezdtelek keresni, aztán nyilván nem találtalak, aztán aha. Nem tudtam mit csinálni. Ez munka volt munka beszélés. Hátán. És mondom, nem tudtam erről senkinek se beszélni. Ismerős, hát ugyanez volt nekem is. Full kreténnek hisznek, azaz. Én is vagyok benne biztos, hogy nem vagyok az, de most már így azért így kezdem kapvizsgálni, hogy nem lehetünk egyszerre ugyanannyi nem. Tehát, lehet, hogy, egyébként lehet a Taylor keze van ebben benne. Simán kinézem belőle. Annak, amilyen emberei voltak, sniperesek a tettőn. Az. Lehet, van valami boszorkány ismerőse is. Lehet, megátkoztak minket, hogy valami. Meg. Aztán mit tervezel még mára egyébként? Mit fogsz csinálni? Mai napon? Chillez, aha. Hát szerintem már hazaugrok, majd aztán alszok egyet. Hát ezek a vasárnapok nálam mindig ilyenek. Kérdezik, vasárnap is megnyitok-e? Úgy volt, hogy egyébként megnyitok, de most egy kicsit, megmondom őszintén, hogy... A kajabolt az folyton nyitva, nem? Tehát az persze. A használt autóra gondolsz. Igen, arra szokták mondani, de hát mindig kiírom, hogyha nincsen, tehát nem bírják nélkülem, akkor menjenek, vegyenek egy kis csontos terméket. Aha. Ja, persze, ennyi. Te megmész melózni? Nem tudom, szerintem nem. Tehát én előtte még szeretném átfutni azért a tananyagot. Ja, abszolút értem. Tegnapi nap az tényleg annyira random volt, annyira random történtek a dolgok, és annyi kérdésem volt, tudod, és nem akarom feltenni a feltesének 6100 kérdés, ami le van írva valahol. Szóval... Igen, totál értem. Persze, miért legközelebb én szolgálatba állnék, azért én mindenképpen szeretném azért ezeket átolvasni az anyagokat. Úgyhogy majd akkor megyek, majd legközelebb. Aztán hát nagyon kíváncsi leszek, mennyire tetszik neked ez a rendőrösdi. Figyelj, tetszett, tehát nekem önmagában már a járőrözés is tetszik, tényleg. Tehát nem csak az, hogy jaj, de okos, megszivathatom az embereket, meg stb. De azért, vannak azért forgalmi kihágások rendesen. Te is, ahogy mondtad, most sok lakó van. Mennek össze-vissza, mint a barmok, a kockás cipőjükbe, meg a szakadt ruhájukba. Azaz. Kopaszon, mit tudom én. Igen. Szóval lehet. Hát azok neked. Mind a Copter család tagjai egyébként. Így van. Chopper family. Hát igen, úgyhogy van azért tennivaló bőven, még hogyha nincs is effektíve rablás, vagy ilyesmi, érted, minden másik ember kb. Félre lehet így állítani valamiért. Meg egyébként hadd adjak egy tippet. Na. De azért figyelni kell arra, hogy nagyon sokan az ilyen olajszállítós melót, ami ugye nagy kamion, vagy igen. A csirkés meló, nem csinálják meg a kamionos jogsit. Beszéltem egy srác, az aha. Is mondta, hogy miért úgyse kérik el. Tudom. Ugye érdemes ezeket igazoltatgatni. Hát tegnap egy favágót állítottunk félre, csak akkor még ugye még csak a felettesen még így bemutatta, hogy néz ki egy igazoltatás, és akkor még nem én csináltam. Uh-huh. És konkrétan egy favágót félreállítottunk, kiszállt, nem is tudom mi volt a kihágás egyébként, amiért meg lett állítva, aha. Mert valamit így el is cseszett egyébként konkrétan alaposan. Uh-huh. És akkor tudod, akkor jogosítványt kérünk személyt, tehát hogy egyik se volt neki. Tehát, na, az hogy... nagyon jó. Igen. És úgy kell neki tájékoztatni, hogy amúgy azt tudja, hogy hol kell ezt úgy intézni. Nyilván nem tudta, jó, tehát, hogy, na, tehát hogy ilyen jellegűek vannak, tudod. Úgyhogy van azért, van itt tennivaló a városban, mindenféle rendvédelem szempontjából is. Mi az? Na, fordulj le balra, jobbra. Jobbra? Jaj, mi a baj? Az ott egy piros úr volt egy motorral. Jaj. És azok általában ránk jönnek folyamat. Aha, hát persze. Úgyhogy nagyon szorgosan érünk vissza oda. Jó. Az a piros úr az általában mindenkit kifosztogat. Aha. És érdemes vigyázni. Jó hangzik. Jaj. Igen. Aha. Mi az FBI ezért jellegű történet? Nem tudom. Aha. Köszönöm szépen, Hűha. Tobi. Ajjaj. Aha, ez egy rendőrautó. Milyen jó Isten van itt. Mi na történik jó, itt? Figyelj csak. Nem tudom. Én nem beszéltem senkivel. Tehát nincsen semmi. Az ég egy világon. Ne aggódj. Melyik a rendőrautó amúgy? Az ott. Meg... itt egy kollega. Aha. Hát, jó napot. Szép jó napot, uram. Na, jó van, Tobi, viszont én elköszönök, jó? Jó, pihenés. Okay, neked okay. Köszönöm szépen, hogy körbe mutogattad, meg hogy kis meló, meg ilyesmi. Hát nincs mit.
Aztán tényleg, hogyha hiányozna az az összeg, amivel most engem megsikítettél, akkor szólj. Ne szórakozz. Hogyha meg tényleg egy impala a kezed alatt így átfutna, akkor mindenképpen szólj, mert az nagyon vevő vagyok, az nagyon adtam azt a kocsit, jó? Jó van, figyú, amúgy bármi van, akkor szólj. Jó. Ha kell egy kis plusz, mondom, ezek a melók azért mindig jók, meg mindig kell a boltba is, úgyhogy ja, tulajdonképpen ennyi. Jó, kiváló. Majd umázunk akkor. Jó, köszi szépen. Hát akkor jó rendőrködést. Köszi, írok majd, valami van. Jó van. Tényleg sugodtan valami van. Oké, cső. Hát srácok, érdekesen zajlott le a mai nap. Hát én nagyon remélem, hogy élveztétek. És hogyha tetszett a videó, akkor egy lájkot majd mindenképpen dobjatok rá. Aztán Tali a következőkben. Úgyhogy jók legyetek, meg mit tudom én. Mindent megtaláltok a leírásban. A főcsatornára is egyébként pakolok ki egy csomó új videót, úgyhogy érdemes oda is kilátogatni. Az is a leírásban megtalálható. És akkor majd jövünk, aztán nyomjuk a dolgukat. Na, hello, szevasztok! Itt van a vége, videó vége, nyomjál egy lájkot, thumbs up. Itt van az Unfield, azt hiszi végre, elkeni az alap száját. Nem érdekel, hogy mit gondolsz, mert nem volt rövid a videó. Inkább menjél, azt osszad meg, mindenkivel, mindenhol. Nekem ez jó, neked ez tetszik, ne tagadd most már, valljad be. Hogy? Ez lett a number one, a felső polcról kaptad meg. Jövessél Instán, follow, itt lesz neked a zárszó. Lehetsz te báró, lehetsz te László, csávó, fekete pátó.